A tánc egy művészet és sportág, amely a test jellemzően ritmikus, zenére történő mozgásával fejez ki érzelmeket, épít társadalmi kapcsolatokat, de spirituális tartalommal is bírhat. Persze a táncot szavakkal vagy néhány mondattal leírni lehetetlen, így inkább megmutatjuk, hogy hogyan is mozognak az emberek világszerte. Pharrell Williams Happy című száma idén épp 10 éve szinte letarolta a világrádiós toplistáit. Sőt, nyugodtan kijelenthető, hogy az egész világ táncra perdült a szám hallatán, és szinte minden korosztályt megihletett. Videók tömkelege került fel a videó megosztó oldalakra, boldogan táncoló, éneklő emberekről. Ez tökéletesen reprezentálja azt, hogy milyen ereje is van a táncnak. Nem meglepő tehát, hogy az UNESCO 1982-ben úgy döntött, hogy egy világnapot szentel ennek a rendkívül sokszínű mozgásformának, így azóta, április 29-én a Nemzetközi Táncbizottság felügyelete alatt ünnepli az egész világ a táncművészetét. Ez a dátum Jean-Georges Noer, francia táncos és balettművész születési évfordulója. Világszerte ezen a napon hívják fel a figyelmet a Föld több országában a tánc fontosságára, arra ösztönözve az országok vezetőit, hogy a közoktatásban jusson minél nagyobb szerep a művészeti ágnak, hiszen az bár már a kezdetektől az emberi kultúra kiemelkedően fontos része, támogatása sokszor máig meglepően hiányos. Holott a táncművészet rengeteg értéket biztosít egy nemzetnek, és felbecsülhetetlen értékekkel vértezi fel. Magyarország is bővelkedik a kortárs művészetekben és társulatokban. Tavaly épp a tánc világnapjára közös performanszal készült az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Ez persze hatalmas sikert aratott a közösségi médiában. A világon persze rengeteg különleges sport létezik. Ilyen például a rúdtánc, amiről sokan először nem is a sportra asszociálnak. Pedig a műfaj képviselői már évek óta azért dolgoznak, hogy felkerüljön az olimpiai sportok listájára. Amikor azt mondjuk, hogy rúd táncolunk, az emberek rögtön azt gondolják, striptiz táncosok, öltáncos nők, ugyanaz. Biztos nem túl okosak, de ez probléma, amikor túl szexi vagy túl vállalkozó kedvű egy nő, azt nehezen fogadják el az emberek, pedig ez egy komoly sport. Ami egyelőre a rúd táncnak nem sikerült, az a break táncnak igen. Idén nyáron a párizsi olimpián az utcai táncosok is képviseltetik magukat. Nem csak a táncnak, hanem a tai chi-nak is ma van a világnapja. A rá jellemző lassú mozdulatainak köszönhetően sokan gondolhatják tévesen táncnak, pedig egy ősi kínai harcművészet, ami segít az önvédelemben és a belső béke megtalálásában is.